Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Kerecsenden. Örülök, hogy egybegyűltünk a mai estén a zen megtárgyalására. És arra kérem a tisztelt közönséget, hogy az Om Nám mantrával indítsuk ezt a mai zen előadást. Ennek a jelentése, az Om az az univerzum, a világegyetem, ahogy azt páran már tudhatjátok, a Nám pedig a tiszta. És ezt ismételjük el 7-szer. Om Nam. 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 Köszönöm szépen! A mantra gyakorlat nagyon érdekes, mert ha az ember megpróbálja, akkor látja, hogy milyen hatással van a lényére, a gondolataira, az érzelmeire. És a zen eredetileg 2500 évvel ezelőtt indult, egy olyasféle tanítótól, akit Sákjamuni Buddhaként ismerünk. És a Buddha volt az, aki rájött az élet olyan alap dolgaira, alapigazságaira, amelyeket máshol, máskor nehezen vagy másképp mondtak ki. Érdekes módon a Buddha nem a gyümölcs oldallal kezdett, tehát nem a boldogságról, szeretetről, jólétről, biztonságról kezdett el tanítani, hiszen ennek az ismerete mindenki saját hatókörébe tartozik. Tehát nem azzal kezdte, hogy megmondta, hogy hogyan szeressük egymást, hogy mi a boldogság, hogy hogyan érheted el a jólétet, a biztonságot és a többit, hanem az életnek azokkal a dolgaival kezdte, amelyek az ilyen pozitív minőségeknek az akadályai. Tehát nézzük meg, hogy ha nem tudjuk elérni a vágyunk tárgyát, ha nem tudjuk elérni a magas rendű minőséget, ha nem tudunk felébredni, akkor ennek mi az akadálya? Mi áll ennek az útjába? A Buddha 28 éves korában úgy látta, hogy ez az élet, ahogy azt ő éli, hercegként, trónörökösként, királyfiként, az számára elégtelen. Valami benne volt, ami kevés embernek az osztályrésze, és nagyon sok minden hiányzott belőle, amit ő megkeresett. Végigjárta 6 év alatt a megvilágosodás útját, és utána elkezdett tanítani. És a tanításának az alapja az a 4 nemes igazság, amely minden érett embernek a tapasztalati körébe tartozik. Csak az a kérdés, hogy milyen tisztán, milyen mélyen és mennyire cselekedhetően. Tehát amikor a Buddha rájött arra, hogy a test és a lélek kapcsolata milyen életet eredményez, tehát mit jelent az, hogy erre a földre születtünk, akkor meglátta, hogy a szenvedés ténye tagadhatatlan. Tehát mivel szenvedünk, nem lehetünk boldogok maradéktalanul, vagy csak időszakosan, vagy nem úgy, ahogy képzeltük, és a többi. És a szenvedés tényével kezdett, és nem valami egyébben, mert ez az, amivel először foglalkoznunk kell, mint felnövekvő, cseperedő emberek, aztán mint felnőttek, aztán mint szülők, meg később nagyszülők, és a többi. Tehát mi a szenvedés ténye? A szenvedés ténye abból áll, hogy mi emberek nagyon érdekes és paradox lények vagyunk. Egy múlandó testbe születtünk egy olyan lélekkel, amelyik az örök létre áhítozik. Egy tökéletlen helyzetbe születtünk belül is, kívül is, és a tökéletességet keressük.
kőkemény feltételek között élünk lelkileg is, fizikailag is, családilag is, társadalmilag is, és mégis a feltétel nélküli szabadságra vágyunk. Tehát ez már az élet három alapjegye. Emellett megtörténik velünk az, hogy megszületünk, felnövekünk, megöregszünk és meghalunk, és van bennünk valami, ami ezt látja, és van egy olyan gondolkodás és érzelem, amely ehhez hozzászól, hogy véleményünk van, hogy érezzük magunkat valahogy, és minősítjük az életet. És a szenvedés oka pontosan az a ragaszkodás, az a fajta azonosulás, amely által ezeket a nézeteket és véleményeket valóságosnak gondoljuk. Tehát nem úgy látjuk az életet és magunkat, és a másik embert sem, ahogy vagyunk, hanem ezen vélemények és reakciók elfedik a tiszta tudatunkat. Ezt projekciónak is szokták nevezni, abszolutizálásnak is szokták nevezni, externalizálásnak is szokták nevezni, akármilyen nyelven, akármilyen szóval illeted, a valóság helyett az illúziók, ábrándok és álom világába jutsz. És ebben nem lehet bízni, erre nem lehet támaszkodni, ebben nem lehet menedéket venni. Ezért baj. Nem azzal van a baj, hogy beszélünk, gondolkodunk, érzünk és cselekszünk, hanem azzal, hogy azonosulunk azzal az illúzió tömeggel, amit magunkról és másokról gyártunk. Ez a szenvedés oka. A szenvedés megszüntetése, a harmadik komoly igazság pedig az, amikor ezektől megszabadulunk, amikor a tudatunk tiszta, amikor felébredünk az álmokból, és visszatérünk a realitás világába. És ha megnézzük, pontosan ez az, amit oly nehezen vállalunk el. Nézd meg, hányszor akartál elmerülni a múltban, ahelyett, hogy a jelenben itt lettél volna. Hányszor kezdünk el aggódni a jövő miatt, ahelyett, hogy teremtenénk a jövőt egyénileg és közösen egyaránt. Hányszor vetítjük ki magunkat egy képzetes jelenbe, lásd az előbbi vélemények és álmok világát, ahelyett, hogy ebben a pillanatban tisztán látnánk, tisztán hallanánk, tisztán érzékelnénk, gondolkodnánk, és a többi. És a negyedik nemes igazság pedig nem más, mint a felébredéshez vezető út, mert a Buddha ezt is megmutatta. Ezért hívták őt nem csak megvilágosodottnak, hanem nagyszerű doktornak, olyasféle tudatgyógyásznak, aki a szív, a lélek problémáit tudta gyógyítani, sőt, nem tabletta, csepp vagy egyéb formájában adta ezt, nem materiális gyógyszert adott, hanem felébresztette a tudatban a lélek öntisztuló képességét. Hogyha a meditáció gyakorlatát kipróbáljuk, akkor szellemileg lábra állunk. Szellemileg elkezdünk autonómmá válni. Kitisztul a szem, kitisztul a fül, az orr, a nyelv, a test, az értelem és az érzelem. És ebből a jelenlétből, amit a bevezetőben mondtam, származik az a helyes helyzetfelismerés, amely tudomásul veszi a benső és a külső valóságot, tudomásul veszi, hogy ugyanaz a törvény érvényes rám, mint a másik emberre, a világot a dharma törvényei szerint meg lehet ismerni, és a karma törvényei szerint kormányozni. A megismeréshez az kell, hogy tudomásul vegyem a jelenségek működését. Hogyan működik egy növény, hogyan működik egy kutya, hogyan működik egy harang. És most a harangra szeretnék kitérni, hogy a harang pontosan mit taníthat nekünk. Hallgasd meg először a hangját, és próbáld meg belül megtalálni, hogy honnan jön a hang. Rakd el magadba a választ. Ha tudtál válaszolni belül arra a kérdésre, hogy honnan jön a hang, akkor azt most jegyezd meg. És most felolvasok egy történetet, amelyet a Buddha mondott Ánandának, mint tanítást. A harang hangja. Egy napon, miközben a templom nagy harangját kongatták, a Buddha megkérdezte Ánandát. Ánanda, honnan jön a harang hangja? A harangból, felelte Ánanda. A harangból? Kérdezte vissza a Buddha.
De ha nem lenne ütő, akkor hogyan adná ki a hangot? Ananda sietve javította korábbi kijelentését. Az ütőből? Kérdezte újra a Buddha. De ha nem lenne levegő, hogyan jutna el a hang idáig? Tényleg, persze, a levegőből jön. A levegőből? De ha nem lenne füled, hogyan hallanád a hangot? Igen, igen, szükségem van a fülemre, hogy halljam, tehát a fülemből jön. A füledből? Ha nem lenne hallásod, hogyan fognád fel a harang hangját? A hallásom által keletkezik a hang. Ananda, ha nem lenne tudatod, hogyan észlelnéd, hogy hallod a harang hangját? Mire Ananda így felelt? A tudat teremtette. Kérdések. Mindent a tudat teremt. Ez helyes? Honnan jött a harang hangja? Ha nincs tudatod, hová tűnik a harang hangja? Kommentár. Az igazság gondolkodás nélküli. Az igazság nem rezdül, nem mozdul. A név és forma, jövés és menés eredetileg sohasem léteztek. A tér és az idő folyton változik. A gondolatok világa az ellentétek világa. Ha nem gondolkodsz, nincsenek ellentétek. Láss, hallj, érezz, gondolkodj, beszélj és cselekedj tisztán. Shakyamuni Buddha eléggé magasra rakta a lécet, és nem várta azt, hogy mindenki szeresse és elfogadja a tanítását. Nagyon sokszor mondta, hogy ne azért higgyétek el a tant, mert az idősek rátok hagyományozták. Ne azért higgyétek el, mert logikusnak tűnik, vagy pedig rá vagytok szorulva valamilyen probléma miatt. Ha érdekel, próbáld ki, és ha működik, nőj fel hozzá. Ha nem, nyugodtan szabadulj meg tőle. Ha megnézed, hogy a harang hangja honnan jön, egy ilyen egyszerű dolgot, így körbejártak a szolgálójával. Ananda több mint 30 évig volt a szolgálója. Ő volt az, akinek a memóriájából a Buddha tanítását szútrákba rendezték. És ez a szútra gyűjtemény, ez maradt hátra a Buddha után. Több évtizedbe telt, amíg ezt rendszerezték és leírták. De nagyon világos az, hogy egy ilyen egyszerű kérdést Ananda nem tudott megválaszolni még több egyére sem. És ha odáig eljutunk, hogy a tudat teremti a hangot, azt meglátjuk, hogy a saját gondolkodásunk, érzelmeink és egyéb dualisztikus képzeteink teremtik a szenvedésünket? Itt nyugaton, a föld nyugati féltekén azt tanuljuk, hogy valahonnan kívülről jön, vagy egy forrásból, több forrásból, vagy megnevezhetetlen forrásból, de mégis valahonnan kívülről jön, és a mi saját teremtésünk, hozzájárulásunk ehhez rejtve marad, kimondatlan marad, és a tapasztalatunk körén kívül marad. A Buddha tanítása azt mondja, hogy a tudatunk teremti. És ebben a tudatunkban ugye van, ami egyéni, ami kimondja benned a nevedet, és van valami közös, amit akkor tapasztalunk, ha visszalépünk a gondolkodás elé. A jó és a rossz megteremtése elé. Az én és a más kigondolása elé. Ez az, amit csak csendben, nyugalomban, belátásban tudunk tapasztalni, és a meditációs praxis erre felé vezet. Fordítsd az energiádat befele, és tedd fel a kérdést, hogy mi ez? Mi ez, ami bennem hallja a hangot? Mi az, ami lát a szememmel, hall a fülemmel, érez a testemmel, gondolkodik az elmémmel? Mi ez? És ennek a kérdésnek a gyakorlata a koreai buddhizmusban már több mint 1200 éve folyamatos. Ez az, amit a hegyen a szerzetesek gyakorolnak. Ez az a kérdés, ami nem engedi a tiszta tükröt beszennyeződni belől, ami nem hagyja, hogy a tudat azonosuljon a tárgyával. Hogyha azonosulsz azzal, amit a tükörben látsz, akkor a tükör beszennyeződik, akkor ráírtad rúzzsal, hogy ez én vagyok, vagy egy kis habbal, egy kis bármiféle festékkel rá akarod festeni a képedet a tükörre, hogy akarod magadat látni, és akkor a tükör nem tiszta. Így ez a tiszta, tükörszerű tudat, ez független jótól és rossztól. Független múlttól, jelentől és jövőtől. Ez ebben a pillanatban tapasztalható,
meglátható és használható. Miért? Mert ha ez a tudat letisztul, és elérjük az egység állapotát, abból keletkezik mindaz, amit annyira szeretnénk. Tehát a gyermek azt mondja, édes a szőlő, adjál még, anya. És az apa azt mondja, hogy hát ültetnünk kéne a szőlőt a kertben. És ez úgy kezdődik, hogy megfelelő választás, megfelelő talajelőkészítés, és a megfelelő időpontban elültetjük a szőlőt. És évekig tart, amíg igazából termőre fordul. Évekig tart a szület után az első igazi bor megérlelése. Hogyan gondolhatnánk a gyümölcsre a növény nélkül, a kemény munka nélkül? Tehát, hogyha belül elvégezzük a munkát, akkor visszatérhetünk igazi önvalónkig, és ebből a tapasztalatból születik a nem dualisztikus bölcsesség, az önzetlen együttérzés. Az a fajta segítség, amely egyaránt jelent segítséget a másiknak és nekem részrehajlás nélkül. És abból születik az a szeretet, boldogság, biztonság, megfelelő együttélés, amelyet annyira óhajtunk, annyit küzdünk érte, de évszázadokon keresztül nem tudjuk, nem tudtuk elérni, és ha így folytatjuk, akkor nem is fogjuk. Miért? A tudatunk minősége meghatározza az életünk minőségét. Tehát, hogyha rá akarsz kérdezni, hogy miért élsz olyan életet, amilyet, akkor nézd befele és nézd meg, hogy milyen tudatossággal bírsz, milyen gondolatokkal bírsz, milyen érzelmekkel bírsz, mi az, ami kijön a szádon, mint beszéd, és mi az, amit teszel. Mert ez a négy nagy csatorna az, amelyen keresztül közlekedsz a világgal, és hogyha itt valami probléma van, akkor itt azonnal az életminőség rovására megy. Ne a hibát keressük, a megoldást keressük, a hiba az nagyon jól látható. Tehát amikor a tudat minősége emelkedik és letisztul, akkor az életünk minősége is emelkedik és letisztul. Egyre kevesebbet panaszkodunk, egyre kevesebbet vetítünk ki, egyre kevésbé hisszük azt, hogy a világgal van a baj, és egyre inkább birtokba vesszük az életünket, mint egyén, mint családtag, mint munkavállaló, és mint a társadalom felelős tagja. Mindez a tudatunk tisztaságán múlik. Mindez a tudatunk minőségén múlik. Hogy felismerjük-e a problémát, az okát, a megoldást és a megoldáshoz vezető utat. Ez ennyire egyszerű. Viszont ehhez szemléletváltás kell. Ehhez gyakorlat kell. Ez erőfeszítés nélkül nem megy. Ez változás nélkül nem megy. A kényelmi zóna elhagyása nélkül nem térhetünk az útra. Tehát ennek feltételei vannak, jól körülhatárolható, világos feltételei, különösen az indulásnál. Tehát ne ragaszkodjunk ahhoz az önképhez, amely részben vagy egészben működésképtelennek bizonyul, főleg a válsághelyzetben, főleg a kemény pillanatokban, főleg a megoldhatatlannak látszó problémák tüzében. Akkor omlunk össze, akkor kerülünk válságba, mert az az önkép és az a világkép, amely ennek a következménye nem működik, egyik sem működik. És akkor összeomlanak a kapcsolataink, megszűnik a harmonikus életvitelünk, kapkodunk, szenvedünk és szenvedtetünk. És mindez szükségtelen. Mindez nem a sorsod. Mindez nincs elrendelve sehol. Tehát ha visszatérünk teremtő igazi önvalónkhoz, akkor látjuk, hogy az életünket, a közös életünket mi hozzuk létre. Egymásnak hozzuk létre. És ez az igazi emberi felelősség, amely lelkünk tisztaságán és tudatunk minőségén múlik. Bevezetőnek ennyit szerettem volna mondani a Buddha alaptanításáról. Szándékosan nem akartam történeti, illetve más módszertani áttekintést hangsúlyozni. Nem hallhattatok különleges szanszkrit, kínai vagy koreai kifejezéseket sem. Ez is mind azért történt, hogy érthető és világos legyen az az alapvetés, amelyre a Dharma beszéd további részét tudjuk építeni. És most jön az érdekes rész, most jöttök ti. Reggel egy nagyon kedves ismerősömmel beszélgettem, és azt kérdezte tőlem, hogy miért van az, hogy ő szeretne, de nem tud meditálni. Erre én aztán azt mondtam, hogy sajnos én sem tudok. Tehát nagyon szeretnék helyesen és jól meditálni, de egyedül próbálkozom ezzel a dologgal, és azt gondolom, hogy
Nyilván kellő kitartás és idő kell ahhoz, amíg ez úgy igazán eredményes lesz, én próbálkozom. De hogy mi kell ahhoz, hogy az ember helyesen, jól meditáljon? Elsősorban kell egy olyasféle szándék, amely nem rezdül, nem mozdul, nem fúj visszavonulót. Ez az első, ez rajtad múlik, te vagy akkor a tanítvány. És a következő lépés az, hogy találd meg a megfelelő tanítót, megfelelő tanítást és a megfelelő tanítványi közösséget. Ez szanszkritul a Buddha, a Dharma és a Sangha ekvivalense ebben a világban. És hogyha a tanítóban bízol, a tanítás érthető, és be tudsz illeszkedni a tanítványi közösségbe, akkor biztos, hogy megtanulsz meditálni. Tehát nincs olyan, hogy nem. Csak kellő elhatározás, erőfeszítés és kitartás kell hozzá, és valahol az, hogy belül lásd az útnak a hasznosságát, azt, hogy ez tényleg működik, hogyha neki durálod magad, és áthaladsz az akadályaidon. És akkor megfordul valami, akkor valamilyen paradigma megváltozik, és elkezdesz bízni igazi önvaló tapasztalatában, még akkor is, ha csak egy ilyen mákszemnyi volt, ha csak egy pillanat volt tiszta, de az már a tiéd. Elég egyetlen pillanat, amikor a meditációban így rájössz, hogy na ez már más. Mihogy kimondtad, hogy na ez már más, azonnyomban kizuhantál belőle, de se baj. A praxisnak az a feladata, hogy újra és újra visszavezessen ide és most. Tehát az ittbe és a mostba visszahozzon. Tehát az út az egy parafrázis, az úton a karmát kopik el, de amit keresünk, az jelen való. Azért nem kell átmenni a másik városba, emellett köszönöm, hogy különböző helyekről, mint Eger, Heves és még számos helység jöttetek. De a helyzet az, hogy a kínaiak ezt a paradoxont úgy mondták, hogy hogy tudnál megtalálni egy olyan bikát, amelyiknek már a hátán ülsz. Gyakorlatilag úgy, hogy felismered, és a felismerés az egy nagyon nagy dolog, és elkotrod azokat a hamis képeket, amelyek nem a bikáról szólnak. Csak elképzeled, elgondolod, úgy érzed, úgy szoktad, és a többi. És hogyha a 10 bika történetet megnézed, ott a bika keresztül megy egy komoly tisztuló fázison. Ez a tudat. Igazi önvalónk, Buddha természetünk, a felébredéshez való képességünk, ez már bennünk van. Ezt nem kell kívülről kapnunk. De azt a karmát, amely ennek a gátja, akadálya, a tapasztalat elé áll, azt kell eltakarítani csak. A meditációban semmi más nem kell csinálni, mint leválasztódni arról a karma tömegről, amellyel addig azonosultál, és így az önképed és az önvalód távol állt egymástól. Az önkép és önvaló távolságának a mértéke a szenvedés. Minél távolabb állsz, így önmagadtól, annál nagyobbat szenvedsz és szenvedtetsz. Minél közelebb állsz az igazsághoz, minél jobban ismered önmagad, mint személyiséget is, és mint lényeget, önvalót is, annál inkább a valóság talaján állsz, és annál kevesebbet szenvedsz és szenvedtetsz. Ez egy gyönyörű egyenlet. Ezért is érdemes megtanulni meditálni, mert számos egyéb pozitív mellékhatása van. Mennyire fontos az, hogy ezt közösségben gyakoroljuk? Tehát, nagyon. Hogy az egyéni próbálkozást akartam mondani, hogy a törekmés meg lenne, de tudom, a tanításaidat ismerem korábbról, hogy ez közösségben sokkal hatékonyabb. Van autód? Nincsen. De ha lenne, és valaki azt mondaná, mondjuk egy szerelőbácsi, hogy beviszem én a sufnimba, van egy kis villáskulcs készletem, ott megjavítgatom. Vagy jön egy olyan szervizes, akit ismersz, és azt mondta, hogy hát igen, hát a szervizben van 15-20 ember, és 4-5 emelő, és tele vannak mindenféle műszerrel, és megbízható a társaság. Hát akkor inkább odavinnéd, nem? Egyértelműen, igen. Tehát innentől kezdve látszik az, hogy a közösségi gyakorlatban egymásnak tartunk tükröt, egymásnak segítünk az úton haladni. És itt nincs helyettesítés. Tehát tudjuk azt, hogy a magyar csoportkarma, a magyar történelem az eléggé terhelt,
És ezt a terhet nagyon nehéz levetni, nagyon nehéz a vezetőt úgy látni, ahogy van, és a tanítást elfogadni, és nem többet vagy kevesebbet látni benne, mint ami. Nagyon nehéz a másik emberben maradéktalanul bízni közösségi foglalkozások alatt, mert mindig azt várjuk, hogy mi történik a hátunk mögött. És ha megnézzük csak az elmúlt 100 évünket, hányszor írták újra azt, hogy ki a rendes ember, mi a feladatod, és egy közösség valójában mitől jó, és miből áll, és az, annak mi a dolga. Úgyhogy ezek az identitászavarok, ezek a fajta következetlenségek, amik úgy nagyjából generációként előfordultak az elmúlt 100 évben kis hazánkban, nem segítik a közbizalmat, a közmegegyezést, a közjogot és a többi. Márpedig, hogyha kultúránkban, szemléletünkben nem tudunk közösségeket helyesen alakítani és működtetni, ha az emberek immel, ámmal, érdekből, különböző másféle motivációkból alakítanak csapatokat, akkor hogyan tudnánk szellemileg társulni? Hogyan tudnánk a buddha természetet látni a másikban, és nem csak azt, aki akadályoz engem, vagy aki csak véleményt alkot rólam, vagy a hátam mögött megszólal, és akkor klikkesedünk, szakadunk, egymás ellen fordulunk, stb. Stb. A szanga, a közösség a legsérülékenyebb a három közül. Tanítók jönnek, mennek, a tan az nagyon jó hozzáférhető, részint azért, mert az emberek összecserélik ezt a tanítással. Tehát összecserélik az írást a tannal. Ez egy teljesen jó javítható hiba. Semmi baj. Kezdjük itt. De a legsérülékenyebb és a legnagyobb figyelmet igénylő elem a három legértékesebb közül az a szanga, a gyakorlók közössége. És nagyon sokáig tart, amíg egy olyasféle kemény mag kialakul, akik bíznak egymásban, értik a tant alapszinten, esetleg középszinten, és bíznak a tanítóban annyira, hogy rendszeresen igénylik a tanítását. Ez egy hosszabb folyamat. Itt nem lehet eléggé hangsúlyozni a türelmet, odafigyelést és az alapokhoz való szüntelen visszatérést, a kérdések megválaszolását és a problémák közös megoldását. És ekkor lesz valami, amely minőségileg más, mint eddig. Nagy kérésem volna, és szeretnék erre választ kapni, mondom másnak is. A belső hangról szeretnék kérdezni, érdeklődni saját érdekemben, mert én ezzel küszködök, de csodálatos. És átvisz árkon bokron, nagyon nehéz helyzetekből is kihoz. Tehát amit belől én hallok saját fülemmel, az biztos, hogy igaz. Miért van ez, hogy erre számítani lehet? Legalábbis nekem. És én nagyon szépen köszönöm. Azért, mert hogyha a tudatod tiszta, akkor a benső hang is tiszta. Ha a tudat nem tiszta, akkor a benső hang félrevezető. Ezt nem a füleddel hallod, ezt a lelked tükrében látod, vagy érzékeled. Tehát ez mindenkiben benne van. Vázolom, hogy ez így a test és lélek hierarchiájában ez hogy működik. Van az érzékszervi valóság, amit látunk, hallunk, szagolunk, tapintunk, ízlelünk. Ezek általában rendkívül erős impulzusok. Utána van a gondolat, az már finomabb, és a gondolat és az érzékszerviség között vannak az érzelmek. A benső hang eredetileg egyikből sem jön. Ha nagyon korrekt és nagyon megbízható, akkor valami egyéb helyről jön, ezt hívjuk egységtudatnak vagy tiszta tudatnak. Ez élettapasztalattal, benső őszintességgel, következetes viselkedéssel, tehát olyasféle erények által teremtődik meg, hogy az a nagyon finom, intuitív működés, ami a hangot generálja, ami a hang forrása, az tiszta. De ha az érzékszervi tevékenység, az érzelmek, a gondolatok, a fogalmiság, a polaritásaink lefedik ezt a nagyon finom jelt, akkor a zaj erősebb lesz belül. Akkor nem hallom a hangot, vagy többet hallok, vagy helytelenül hallom. Igaz. Úgyhogy erre kell vigyázni, hogy az ember tudata és jelenléte tiszta legyen, és ugye nem mindig szól ez. Akkor szólal meg, amikor szükség van rá, nincs vita, nincs előzetes gondolkodás, és ha nem teljesíted, nincs semmi következménye belül, csak akkor a valóságból ugye faladja a másikat. Innentől kezdve tudod, hogy ez a lélek mélyéről jövő tiszta impulzus. Az ekvivalencia itt nagyon világos.
hogyha a tudat tiszta, akkor a figyelmeztetés is, vagy a benső impulzus is tiszta. Ha nem, akkor viszont a gondolati karmák, az érzelmi karmák, az érzékszervi hatások, ezek teljesen haza tudják vágni ezt a finom jelt. Két kérdésem volna. Az egyik az, hogy elhangzott az előadásban, hogy ne okozzunk szenvedést. Mi van olyankor, hogyha a legjobb szándékunk ellen és valakiben szenvedést váltunk ki? Az a fontos, hogy mi milyen szándékkal tettük, vagy az, hogy mi lett annak a végeredmény a másikban? Mindkettő. És a kettőt külön kell választani. Tehát tipikus példa az, hogy én jót akartam, és akkor fel kell mosni a másikat a padlóról. Tehát az első, hogy a szándékot azonosított, hogy pontosan milyen szándékkal cselekedtél, és végigviszed a folyamatot, hogy hogy lett belőle az, amit se te, se a másik nem akart. Miféle változáson, torzuláson és egyébben ment az keresztül? Nézd meg például a társadalmi ideológiák valóra váltását Európában az elmúlt 100 évben. Hogy jutottunk idáig? És képzeld el, hogy a sok-sok elméletben a megfogalmazott gyönyörűséges célok úgy válnak valóra, ahogy azt ezek a nagyon okos úriemberek elgondolták. És mégsem, nem váltak valóra. Valami szöges ellentét, valami borzalom lett belőlük. Amikor ez ilyen személy közötti dologban fordul elő, akkor azonnyomban orvosolni kell a sérülést, tehát bocsánatot kell kérni, javítani a hibát. Ez a következmény síknak a javítása. És utána az együttérzéssel közös nevezőre kellene hozni a másik ember tudatát és az enyémet. Nem hagyni, hogy tartós polaritás, tehát ellenségeskedés vagy egyéb alakuljon ki. Ezt úgy tudod elérni, hogy a megbánás mellett felveszed a másik ember nézőpontját akkor, amikor javítod a hibát. Tehát nem úgy javítod, hogy egy újabb hibát követsz el. Mert ha megint jót akarsz, megint ideológikusan gondolkodsz, akkor megint külsődlegesen próbálod megérzékelni a helyzetet, és akkor a másik emberen tényleg nem tudsz segíteni. Tehát fel kell vennem a másik ember nézőpontját. Ha ezt nem teszem, akkor együttérzés nélkül cselekedtem, és ez nem bölcsesség, hanem puszta intellektualizmus, ideológia, doktrinérség, stb. Stb. Úgyhogy nagyon sok tennivalónk van ezen a területen. Köszönöm a kérdést. Köszönöm, és akkor a másik kérdésem pedig a mantrával kapcsolatosan, hogy ez hogyan működik, és hogy mennyire fontos ez, hogy hangosan mantrázzunk, mert hogyha például olyan helyen vagyunk, ahol ezt nem tehetjük meg, hogy annak van-e olyan hatásfoka, hogyha az ember magában mondja a mantrát, mint hogyha ez hangosan hangzna el. Sokkal jobb, mint hogyha nem mondanád, de ha magadban mondod, akkor egy kicsikét alacsonyabb hőfokon, alacsonyabb fordulatszámon működik, ezért érdemes napjában egyszer-kétszer olyan helyet, helyzetet keresni, ahol énekelheted fennszóval. És persze jó, hogyha szól, nem kell, hogy hangosan szóljon nagyon, de azért eresszük meg. A mantrának nagyon sok szerepe van. Egy, a tudat önvédelme saját ártó hatásaival szemben, saját ártó reakcióinkkal szemben. Amikor a mantrát tartod meg, akkor mint egy tűzfal úgy működik, és a saját reakcióid nem tudnak ártani se magadnak, se másnak, mert nem tudsz velük azonosulni. Nem vetíted ki a térbe, nem teszed meg őket, nem mondod ki őket, de nem is folytod el őket. Tehát ha kiéled, az a baj, ha elfolytod, az a baj. És ekkor a tisztán látás a mantra segítségével megvalósul, és ezek a reakciók elmennek, mint a felhők. Nem akaszkodsz beléjük, nem minősíted őket, nem azonosulsz velük, és így az identitás rétegben nem maradnak meg. Így a mantra törli a zajt, és marad a jel. Ez szerves összefüggésben áll az előző kérdéssel. Tehát akik például erős mantra gyakorlatot folytatnak, azoknak az intuíciója rendkívül tiszta, egy idő után, nem rögtön, egy idő után. A másik nagyon fontos aspektus a mantrának, hogy megfelelő tartalmat hoz a tudatba. Tehát nagyon érdekes feltételekhez kötött egzisztencia az ember, amire betanítod magad, azt fogod csinálni. És hogyha te a mantrával arra tanítod magad, hogy járd végig a Buddha útját, akkor végig is fogod járni. Ha arra tanítod magad, hogy légy együttérző, akkor az is leszel. Mert minden nap ezt mondtad ki és be.
Tehát amikor megszólal egy mantra, az egyszerre megy ki és be. Megrezdül a térben, megrezdül a lélekben, látszik a tudatban. Annyira világos, hogy azért minden nap érdemes legalább kétszer fürdőszobába bemenni, és egy kicsit sikálni különböző testtájainkat. A tudattal mi nem csináljuk ezt. Rajta hagyjuk az előző napi tévéadást, meg egy heti rádiót, meg sok-sok órányi internetet rajta hagyunk. És akkor abból beszélünk a másiknak. Azon keresztül érzünk. Az az, ami befolyásolja a gondolkodásunkat. Tehát a mantra nagyon jó tudattisztító, és sietek hozzátenni, saját választásunkon alapszik ennek a gyakorlata. Tehát senki nem mondja meg neked, hogy milyen mantrát válasz. Egy adott hagyományvonal megfelelő mantra készlettel rendelkezik, és a tanítóval való együttműködésed során felhasználhatod a tanító tapasztalatát, meglátását, hogy olyasféle mantra gyakorlatot folytass, amely egyszerű és tiszta, és segít neked is, és másoknak is. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Én azt szeretném kérdezni, hogy olyan munkáján dolgozom, hogy elég stresszes, és nagyon sok negatív ember vesz körül, és hogy ezt hogy tudnám esetleg jobban kezelni, mert próbálok kimaradni, tehát ez az állandó panaszkodás és a sajnos a rossz indulatból, de hogy ezt hogyan tudnám, mert tényleg próbálok nem konfrontálódni, de hogy lehet ezt kezelni egy elég, tehát 20 ember között mondjuk. Egy mondatot fogok először mondani, aztán kifejtem. Tedd a dolgod. Tehát csak tedd a dolgod. Ne akaszkodj bele abba, hogy mások mit gondolnak, mit beszélnek, ezek nagy része zaj. A körülötted lévő tudatok tehetetlensége, mert nem tudnak a problémákkal megbirkózni, nem hiszik azt, hogy tehetnek valamit, ezért az a zaj, ami a kölcsönös panaszkodásból, kivetítésből és egyébből származik, ez az energiádat csökkenti. Ha beleakaszkodsz, ha reagálsz rá, ha kényszerből csatlakozol ehhez, akkor szándékod ellenére pontosan ugyanúgy viselkedsz, mint a többi ember. Ilyenkor merülj a munkába, mert azért vagyunk ott, és ezzel már példát mutattál. A következő, hogy ne indíts olyan beszédet, amelyben olyan lehetőség van, hogy elröpülünk a vélemények déli bábországába. Ha megszólalsz, akkor az szóljon valamiről, ami valóságos, ami akár a munkához szól, akár a feladatokról, akár valami jelenvalóról, vagy teendőről. És akkor az letisztítja ezt. És a következő, mert ugye a beszédet és a tetteket azt most tárgyaltuk, hidd el, ez a könnyebb, olyasféle benső gyakorlatot kéne folytatni, amely a gondolataidat és az érzelmeidet lepucolja. Mert ne hidd azt, hogy a környezet hatásait te csak úgy figyelmen kívül tudod hagyni, amikor napi 8-10-12 órát töltesz ott éveken keresztül. Az ember a végtelenségig kondicionálható. Ezt azért mondom, mert a munkahelyi kultúra, a munkahelyi tapasztalat, az nagyon mélyen be tud ivódni az emberbe. És hogyha a gondolatokat, érzelmeket nem tisztítod ki, hogyha nem választodsz le róla, ha nem szünteted meg az azonosulást velük, akkor az azon keresztül kapott traumák a lélekben rezegnek, és ezek a rezgések diszharmonikusak. Ezek szenvedő és szenvedtető rezgések. Ezek olyanok, hogy te akkor vissza akarod azt adni, akkor meg akarod neki mondani, akkor revansot akarsz venni, akkor neked igazad volt. Töröld az egészet. Itt nincs ilyen szinten igazság, hamisság, probléma és megoldás, egy állandó taposómalom van, állandó körfolyamat van, állandóan egymás máját tépjük, egymás beszédébe akaszkodunk bele, egymás gondolatait forgatjuk ki, felesleges, semmiféle megoldást nem születik belőle, abba kell hagyni. És ha innen nézed és csak teszed a dolgodat, akkor oldod meg. És ez nem stréberség vagy főnökfüggőség, ez a te integritásodnak az egyetlen forrása, hogy elvégzed a munkát, és kész. A többi az majd jön ebbe. És ezen keresztül tudsz kedves, megértő és egyéb lenni, akkor, amikor már a tudatod megerősödött. De ha a tudatod nem elég erős, akkor nem viseled el a másikat, akkor állandóan sértődsz, akkor állandóan beleakaszkodsz a már előbb említett karmába. A meditáció letisztítja és megerősíti a tükröt.
Képzeld el, hogyha a fürdőszoba tükör elé bevinnél egy tárgyat, és a tükör behajlana tőle. Beviszel egy másik tárgyat, a tükör összetörik tőle. Beviszel egy harmadik tárgyat, és a tükör így rád mosolyog a foncsorával. Hát eléggé döbbenetes lenne, nem? Pedig a tudatunk ezt naponta több milliószor megcsinálja. Ez az a reaktív tudat, amit úgy tud csak uralni, hogy visszalépsz a karma kialakulása elé, visszatérsz a harang hangja elé, abba a pillanatban, ahol a tudat még nem mozdul, még nem keletkeztetett, nem teremtett semmit. És ez az, ami tisztán lát, tisztán hal, tisztán beszél, tisztán cselekszik, etc. Ehhez kell a gyakorlat, semmi máshoz. Jó? Köszönöm. Szívesen. Mondjuk vegyünk egy olyat, aki egy börtönben eltöltött mondjuk 12 évet, keresztül ment nagyon kemény dolgokon, jó? És nem hisz már semmiben, de van egy olyan belső mély meggyőződése és megtapasztalása, hogy őt a halál sem töri meg, és ő erős, és ő valóban erős. Erre az erőre te mit mondasz? Azért nem mondok semmit, mert nem láttam ezt az embert szemtől szembe. Tehát ez, amit elmondasz, ez megvalósul egy lélekben. És ezt a megvalósulást szeretném én látni. Mondván úgy, hogy volt két olyan értékes év az életemben, hogy az egyik magyar Supermaxba be tudtunk menni egy kolléginával, ő életvezetési tanácsadást tartott, én pedig a fogvatartottakat tanítottam. És az őrszemélyzetet is tanítottam. És ez a fajta tapasztalat mondatja velem azt, ott is volt dharmabeszéd, kérdésválasz és egyebek, hogy kétféle fogvatartott van. Az, aki tudatilag halad, mert valahogy feldolgozza azt, ami az ő számára sorsa, és a választási lehetőségeit felismeri, és a sorsból utat csinál. És akkor tudatosan dönt. Ez nem jelenti azt, hogy nem esik vissza. Ez nem jelenti azt, hogy ő jó ember lesz. Csak azt jelenti, hogy elkezdi az életét uralni, mert rájön a működésére. Rájön arra, hogy benne mi az, ami a világban bűnelkövetésként definiálódik, de számára nem az, csak ugye az elején úgy tűnik, hogy rossz helyen, rossz időben volt. És valahogy összeütközésbe került valamivel, amit mások ugye ráerőszakoltak a különböző döntésekkel, de számára nincs bűntudat. Csak okozatiság van jó esetben. És kiderül, hogy azoknak van igazából ereje, akik már fogvatartott korukban is túllátnak a börtön falain, illetve a BVI falain, mert az büntetés végrehajtási intézet, slussz. És ekkor kell a megfelelő együttműködést szorgalmazni, elsősorban a fogvatartottak között, ez is egy csoportkultúra és kőkemény, és az őrszemélyzet megfelelő például képzésre, terápiára szakosodott, illetve a bejáró terapeuták, segítők, illetve a fogvatartottak között. És ekkor tud tudatilag úgy emancipálódni, kinőni az egészből, hogy nem a börtönkarmát viszi ki. Ha azt viszi ki, akkor előbb-utóbb visszakerül, vagy egy olyan helyzetet teremt, ahol kint is a való világban is börtönben van. A másik fogvatartott az, aki megpróbál felejteni, előbb-utóbb gyógyszerfüggő lesz, előbb-utóbb menthetetlen lesz, és azért menthetetlen, mert már a börtönben is működésképtelen. És ekkor különböző negatív folyamatok indulnak be, a függéstől kezdve az abúzusig minden. Nagyon fontos az, hogy a BVI betöltse eredeti feladatát, és ez pedig kimutatni azt, hogy mi a bűn és bűnhődés, mi az, amit a társadalom nem fogad el, mi az, amit a társadalom önvédelmi mechanizmusai a jogrendre, az erőszakszervezetre és a végrehajtásra támaszkodva fogvatartással szankcionál, és hogy ezzel legyen tisztában, és utána és közben megnézheti, hogy magában belül mi történik. Ekkor válik egy reintegrálható emberre. Úgyhogy a meditációnak itt lenne komoly szerepe, és az, hogyha valaki egy ilyen erőt kifejlesztett, láttam egyet-kettőt ebből az adott PV-ben, az már a belátáson alapult, az már a felismerésen alapult.
az már valami többen alapult, mint az, hogy én vagyon elleni bűncselekményekből tartom el a családomat, és a BVI-ben töltött idő beleszámoltatik az én foglalkozási kockázataimba, mert ilyen válasz is volt. Elmondtam a négy nemes igazságot BVI-re lefordítva, és felállt egy kétméteres, csupa izom, 120 kilós ember, őnek is se volt haja, úgyhogy mosolyogtunk egy jót. Amikor a négy nemes igazságot meghallgatta, akkor azt mondta, hogy megértettem, amit mondtál, és tényleg megértettem, mert szuper okos volt, és akkor ez volt a válasz arra, és ezért azt mondja, nem értek azzal egyet, hogy az itt eltöltött időszenvedés. És akkor viszont jött a tusé, az utolsó mondat részemről, hogy ha ezt saját magad szempontjából nem érzed szenvedésnek, mert olyan jól csinálod, akkor most legyél szíves belehelyezni magadat az áldozataidnak a helyzetébe, akiket megkárosítasz, akiknek az életét tönkreteszed, akitől elveszel. És erre a válasz az volt, hogy én ezt a nézőpontot tudatosan sohasem veszem föl. Pont. Hát nem erről az erőről beszélünk. Ez az, ami mindig törni fog. Ez az, ami egy magányos reggelen át fogja törni az egófalat. Amiről beszélünk, az egy olyasféle belátáson alapuló szilárd magatartás, amely már az íratlan etikával tart rokonságot, amely már az íratlan törvényeket kezdte megismerni, amely már nem függ a bűn és bűnődés társadalmilag szankcionált birodalmától. Ez az az erő, amire lehet támaszkodni. Visszakanyarodnék egy kicsit az utolsó kérdésemre. Itt a párom ugye mondta, hogy elég stresszes körülmények között él. Nem tudom, hogy ennek a hagyománynak a tanításai szerint itt vagy egy előadás kereteiben esetleg tudsz-e mondani egy olyan mantrát, ami segíthet? Vagy jó, köszönöm. Van egy olyan mantra, amely pont az ilyen szenvedésteli vagy stresszes helyzetekre lett kitalálva. Ez a meghaladó bölcsesség szíves szútrának az utolsó sora, amelyet holnap itt gyakorolni fogunk a meditációs tanítás során. Ez úgy szól, hogy gáté, gáté, paragáté, parasamgáté, bodhisvaha. Ennek elmondom a fordítását. A gáté az gatve, gate, tehát kapu, gasse, ugye? Paragáté, keresztül a kapun. Parasamgáté, keresztül az egy vagy egység kapuján, bodhisvaha, vajbuthava. Tehát menj, juss át az egy tudat kapuján, a nem dualisztikus bölcsesség tapasztalatán, és ezáltal vajbuthava. Ez azért fontos, mert megszünteti a külvilággal és a belvilággal való felesleges foglalkozást, az ellenőrzést, a tartogatást, a ragaszkodást, az akaratoskodást, mindezeket a tudati mechanizmusokat fölülírja, és vissza tudsz térni a pillanatba, és hogyha sokáig csinálod, akkor vissza tudsz térni a tiszta tudathoz. Hát elmondom még egyszer, gáté, gáté, paragáté, parasam gáté, bodhisvaha. És ezt el is énekelhetjük most, ez így szól, hogy gáté, gáté, paragáté, parasam gáté, bodhisvaha. Közösen. Gáté, gáté, para, gáté, parasam, gáté, bodhisvaha. Gáté, gáté, para, gáté, parasam, gáté, bodhisvaha. Gáté, gáté, para, gáté, parasam, gáté, bodhisvaha. Amikor belül csinálod, akkor nem kell külön dallam, akkor szépen megy orgonapontban. De amikor kívül énekled, akkor érdemes ezt a gyöngét hullámzást belevinni, jobban kapcsolódik a lélekhez, és akkor jobban a tiéd lesz. Ha ebből átpörgetsz reggel 300-at, este 300-at, akkor a stressz sokkal kevésbé fog rajtad. Első 3 hét a nehéz, és utána pedig elkezd a dolog tisztulni. Mi a véleményed arról, illetve mi a megtapasztalásod arról, hogy valakinek nem kell mantrázgatnia egyáltalán, és ezeket a dolgokat akkor is műveli, és benne van? Nekem egy olyan tanítom volt, aki elérte a teljes és csorbítatlan felébredést, és akkor is mantrázott. Én inkább erről beszélnék. Amikor az van, hogy valaki azt hiszi, hogy már nem kell mantráznia, akkor
valami, azt mondom, korlát vagy nézet beállt. Miért? Amikor már nem magadért kell tenned, akkor tudsz igazán segíteni másokon. Amikor már másokért énekelsz, és mások segítségére teszed ezt, akkor kezdődik az igazi gyakorlat. Az első 2-3 év az, amíg a saját kis szemétdombodat szépen az éber tudat vasvillájával átforgatod, és elkezded komposztálni azt a trágyát, ami addig ott bűzlött, és a komposztot beforgatod a kertbe, beülteted zöldséggel, gyümölcsel, és az elkezd teremni. Nem a karmáddal van a baj, hanem azt, hogy trágyadomként ott áll az istáló mögött, mert lusták voltunk komposztálni, lusták voltunk visszatenni a kertbe, lusták voltunk belevetni a növényt, beütetni a palántát. És ezért terméketlenül ott bűzlik, adja a hőt, és veszíti el a tápértékét. A mantra mindezt megforgatja a világban, megforgatja magunkban. A bodhiszattva út az azt jelenti, hogy a tiszta tudatot mások javára és segítségére gyakorlom. Ha így nézed, nincs vége soha. Aki áldott állapotban van, felkészülhet-e arra, hogy egy jó, hát jó karmával nem tudja indítani mondjuk az utódot? De! De ezt tudja. Megkérdezni, hát, hogy tud azt hogy ne segíteni, tudná. Hogy egy jó karmával induljon? Korrekt szülés például, nagyon fontos. Keressük meg a helyet. Része van. Óriási. Van. Hát nem csak kismama jóga van, ugye, hanem a zen a lét 4 állapotát, az élet és halál körforgásának a 2 rövid és 2 hosszú állapotát egyaránt az éberséggel címzi, és ez egyaránt hangsúlyozza a tiszta tudat fontosságát. Menjünk vissza egy picikét azért az eredetre, legalábbis a földi eredetre. Milyen lélek fog leszületni hozzánk? Hát csak olyan, akinek a karmája illik a miénkhez. A mi karmánk az a lélektartalmunk összessége. Tehát az első és legfontosabb dolog az lenne, hogy felkészülünk a gyermekáldásra, a lélek kitisztításával, a tudatnak a helyes állapotba hozásával, és ezzel megfelelő lény fog leszületni hozzánk. Most képzeld el, hogyha a legrosszabb szokásaidat testesíti meg a gyerek. Miért? Mert azokat műveled. Mert azokba merülsz el. És a gyerek ezt fogja neked visszatanítani. A befejezetlen karmádat. Miért ne fejeznéd be, hogyha esetleg ráláttál, és ezzel egy olyasféle karmát vonzol be, akinek már nem a legdurvább dolgaidat kell visszatanítania neked, hanem el tudod például indítani az útján, mert te is elindultál a saját utadon. Tehát ez innen indul. Utána jön a fogantatás gyönyörűséges pillanata, lélek helyet foglal, ugye? Enter billentyű, és onnantól kezdve az a kis anyami az övé. Kész. És utána elindul a fejlődés. Anyuka az összes nehézség, hormonális és egyéb hullámzás mellett legyen olyan tiszta tudatú és intuitív, hogy érezze a magzat fejlődését lelkileg is, testileg is. Éberebb anyukák az első trimestertől úgy álmodnak a magzattal, hogy az valami elképesztő. Még kommunikáció is kialakul kettejük között. Ez nem előfeltétel, csak nem árt, hogyha van. És ez nem önszuggesztió, ez nem bebeszélés, ez valami nagyon világos kommunikáció, egy olyan kötelékben, amit csak az anyák tudnak, mert ők tapasztalták. Hogy milyen elképesztő erős az, hogy lelkemből lett lélek, testemből lett test. Hát ezt tessék szellemileg a lehető legmagasabb szinten megélni, mert ezt tudod nyújtani a frissen született újszülött gyermeknek, mint helyes indulás, mint kellő kiindulási pont. És az egyik legtraumatikusabb és legveszélyesebb dolog, amikor abszolút védtelen az a magzat, nem csak a 1-2 hát trimester alatt, hanem a születésnek a folyamata. Tehát tessék megfelelő módon szülni, hogy ne traumatizáljuk azt a gyereket. Hát amikor terápiában vissza kell menni születésre, hát olyan sikolyok jönnek föl, hogy az valami páratlan. Tehát ne traumatizáljuk az éppen születendő gyermekünket. Se a terhesség alatt, különböző szerekkel, sem pedig gondolatokkal, érzelmekkel. Vedd úgy, hogy már megszületett. Vedd úgy, hogy a neveltetés már akkor elkezdődik, amikor elkezdett nőni benned. Már akkor neveled. Nagyon sokat lehet tenni érte.
Köszönöm szépen. Szívesen. A szüléssel kapcsolatosan jutott eszembe az a kérdés, hogy a zen felfogása szerint van-e eleve elrendelt sorsunk? Nincs, de lehozott karmánk az van. Tehát olyan valószínűségeket hozunk le, olyan statisztikai túlnyomó százalékokat hozunk le, amelyek, hogyha nem látod át őket, akkor teljesen sorsszerűnek tűnnek. Mindenen tudsz változtatni, de tudod Mozart nem zenész és komponista lenni? Nem tudott, mert olyan elképesztő lélektartalmat hozott le, ami kilőtte, mint a rakéta, és csak ezt tudta csinálni. Tehát korábbi életeink azonosságai meglehetős erővel érvényesülnek, kezdve attól, hogy milyen helyre, milyen időben, milyen családba, milyen országba, milyen társadalomba születtél. Ugyanis a környezet hatása elképesztően sokat adhat és vehet. Lecsaphat belőled, és hozzátehet. Hát már ez a környezeti hatás óriási jelentőségű. Mindig mondom, nem a szomszédba születtél. Apuhoz és anyuhoz születtél oda, és akkor. Ha nem látjuk át a lehozott karmát, akkor a valószínűségeket sem tudjuk átalakítani. Képzeld el, hogyha valaki belül felfedezi, hogy milyen hajlamai vannak, vagy szenvedélybetegségre való hajlam, mit csinálsz vele? Hova transformálod? Milyen környezetbe teszed, ahol nem ölbutít és nyomorba dönt? Ez óriási munka. De ha elvégzed, akkor utad van, nem sorsod, mert átláttad a karmádat, megtapasztaltad a működését, és megfelelő helyre és időbe és környezetbe teszed azért, hogy ez helyesen működjön. És ez óriási feladat. Tehát az átlátatlan karma az a sors, az átlátott és uralt karma az az út. A megfelelően kezelt személyiség az, aki utat csinál maga előtt, a neveletlen, meg nem világosult, az ugyanezekből a személyiségelemekből egófalat épít, és azt tolja maga előtt. Az egoitás nem entitás, és nincs önálló léte. Az egy hozzáállás, az egy tudati beállítódás. És így magunkból kihozhatjuk a Buddhát, kihozhatjuk a megvilágosodottat, és teljesen meg is vakíthatjuk magunkat, és teljesen robotokká és karmafüggővé is válhatunk. A Föld egy olyan hely, ahol elképesztően világos visszajelzést kapunk mindenről. Ez a világ eredetileg nem jó vagy rossz, szenvedő vagy szerető, boldog vagy szomorú. De mi tehetjük azzá? A mi hozzáállásunk, viselkedésünk és tudatminőségünk teszi ezt valamilyenné. És ezt az ilyenséget, ezt tapasztaljuk. Az ok és okozat működését tapasztaljuk. Az élet és halál körforgását tapasztaljuk. És az ezekbe való belelátás a szellemi felnövekvésnek az alapja, és az útonjárás azt jelenti, hogy személyes döntéseimet mások megszabadítására is felhasználom. Köszönöm azt, hogy ma egybegyűltünk, köszönöm a kitűnő kérdéseket, és örömmel várok mindenkit a holnapi meditációs tanításra.